Tolna megyében egészen pontosan Simontornyán a benzinkút mellett található a hegyi horgásztó. Simontornya Tolna megye északkeleti részén terül el. Gépkocsival a 61-es főútvonalon, vonattal a Budapest-Bécs útvonalon közelíthető meg. A tó területe 1,8 hektár. A tavat a tulajdonosok 17 évvel ezelőtt lápos, nádas területen hozták létre, amelyen az első 3 évben haltermeléssel foglalkoztak, azóta viszont horgásztóként működik. Akik jártak már olyan tavon, ahol a túlszaporodott törpeharcsa állomány miatt szinte lehetetlen volt más halra horgászni, azok számára jó hír, hogy a simontornyai hegyi horgásztó törpeharcsa mentes. A tó környezetére és annak vízminőségére az üzemeltetők rendkívüli módon odafigyelnek. A vízterület rendszeres telepítésének köszönhetően halban rendkívül gazdag. A tóban 6-10 kg közötti pontyok kerültek telepítésre, de fogható itt amúr, busa, harcsa, csuka, keszeg, valamint kárász is. A helyi horgászati rend értelmében horgászni minden nap napkeltétől napnyugtáig lehet. A tó területén étterem és motel is található, amely az ide látogató vendégek kényelmét szolgálja. A szállás lehetőség miatt érdemes akár több napot is eltölteni itt. A halbőség miatt, bár minden horgász előszeretettel használja a saját jól bevált horgász módszerét, etetőanyagát és csaliát, a hegyi tavon nem feltétlenül szükséges ennyire ragaszkodni a hagyományokhoz, a vízben ugyanis jó étvágyúak a halak, és szerencsére nem különösebben válogatósak. A hegyi tóban a víz tisztaságának köszönhetően kimondottan szép egészséges pontyok foghatók, amelyek kifárasztása a halak rendkívüli küzdőképességének köszönhetően óriási élményt jelentenek minden horgász számára. A tó bármely részét könnyen meg lehet horgászni, a partszakasz ugyanis gyepesített, ennek következtében minden horgász számára ideálisak a viszonyok ahhoz, hogy szerelékét az általa kiszemelt vízterületre juttassa. Mind az úszós, mind pedig a fenekező módszer gyakorlatilag azonos fogási eséllyel kecsegtet, tekintettel arra, hogy kitűnően telepített horgász vízben lehet itt próbálkozni. A vízpart egyes területei sással tarkítottak, amely nem csak esztétikailag jelentenek látványosságot, de halfogás szempontjából is fontos részei a tónak. Nagyon szeretnek itt horgászni az Energotim kupában résztvevő versenyzők is. Nagyon sok horgász érkezik ide a környékbeli településekről. A legtöbb versenyző persze Simontornyáról érkezik, akik megpróbálnak élni a hazai pálya előnyével. De érkeznek amatőr horgászok Dombováról, Ozoráról és más helyekről is.